Karcagon. De vajon Karcag kíváncsi rá? Ha nem, nem történik semmi. Akkor ugyanúgy a házas párok egymást vizsgálják, ugyanúgy a munkahelyen egymást fúrják, ugyanúgy szegények maradunk, ugyanúgy vigasztalanok maradunk, ugyanúgy tele leszünk tüskékkel, mert mit ér, ha Jézus Karcagon jár, de a karcagiak nem kíváncsiak rá? Akkor ugyanúgy békétlenek leszünk, és a többi, és a többi. Jerikó nagy tragédiája, hogy nem kíváncsi Jézusra. Úgy tud keresztül menni, hogy senki nem mondja, gyere már be. Akkor le lenne írva. Senki nem mondja, szólj már egy pár szót itt a zsinagógában. Légy úgy kedves, oszd már meg velünk a véleményedet, mert szeretnénk tanulni valamit. Itt semmi nem történik. Szóval ez egy ítéletes történet ám Jerikóra nézve, és én azt mondom, most menjen el valaki Jerikóba. Hát először is nem fognak rá biztosítást kötni, szólok előre, mert azt mondják, hogy úgyis ott marad. Úgyis ott fog maradni, mert a palesztin testvérek bizonyosan megoldják, hogy ne kelljen repülőt visszafelé kibírnia. Ez az ítélet. És most még mi itt vagyunk, ez egy kegyelmi állapot, hogy még Karcag, még a magyar nép, a magyar nemzet, Európa létezik. Ebben a formában. Mert még itt szólt az előbb a harangésti, itt vagytok, itt vagyunk. Itt vannak a pindulók is, meg itt vannak a közepes pindulók, meg hát itt vagyunk mi. Itt vagyunk. Tudjátok, az Úr Jézus még azt érzi, hogy hát itt még azért csak kíváncsiak rám. Ezért maradunk meg. Amikor majd azt mondjuk, hogy nem kell nekünk, na majd akkor megnézhetjük a sorsát. Az ítélet után megnézhetjük a sorsát Karcagnak, a magyar népnek.